Szeretettel köszöntjük az Oxigén Televízió nézőit és persze a felföldi játékok szerelmeseit. Lássuk is munkatársunk Meronka Péter felkészülését. Láthatjuk azt, hogy a mozdulatok egyre profibbak, és természetesen a golyódobás is nagyon megy Meronka Péter Pepének. A kőhajításra sem lehet panasz, munkatársunk technikája egyszerűen csodálatos. A következő feladat pedig egy villanyoszlop. Sajnos a környéken azóta nincsen áram, de Pepét ez nem zavarja. Viszont az óriási, brutális ellenszél mindenképpen. Ezt láthatjuk egyébként a dobás utáni pillanatban is. Amikor is ez a villanyoszlop hát nem akar átlendülni. A jövő nagy reménysége, tehát döntögeti a saját rekordjait, hogy ez mire lesz elég, meglátjuk a felföldi játékokon. Egy gyors átöltözés után pedig már is a kameránk elé állt, hogy megkérdezzük a sikerekről, és persze a folytatásról. Pepe, te miért szereted az úgynevezett B-oldalas dalokat? Nem tudom, hogy miért alakult ki az, hogy én azokat a zenéket szeretem. Eleve szeretem azokat a zenéket, amiben a hangszerek úgy szépen sorra bekapcsolódnak. Lehet, hogy a Szalai Gyuri miatt van egyébként az egész. Tehát a Szalai Gyuri befolyásolta nekem leginkább a zeneízlésemet. Beértünk a stúdióba, lepakoltunk, már ment volna mindenki haza, de erre Gyuri mit csinál? Mutatok egy zenét, fogadjunk, ezt nem ismered. Lehet, hogy már az egész Magyarország szupertramp rajongó lenne, hogyha Gyuri megmutatta volna mindenkinek. Könnyű eset vagyok és nehéz eset vagyok egyszerre. Azért vagyok könnyű eset, mert alapvetően nagyon sok mindenre azt mondom, hogy nem.
be találkoztam először, szintén Darázs Ádámhoz kapcsolódik, aki behozta ezt Magyarországra, és nekem már az első példa megtetszett. Figyelnek, hogy színbe passzoljon a ruhához, amit fölvesznek. Az a kérdésem, hogy te a baseball sapkáiddal ugyanígy vagy-e?